A himnuszt követően számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Klapka György szobrának átadó ünnepségén a Brigéció Öröksége Látogatóközpont előtt október 4-én. Az eseményen jelen volt többek között dr. Vida Sándor, a Szólum ZRT vezérigazgatója, Cita János és Turi Bálint alpolgármesterek, Vajda Bence és Hajnal Dóra önkormányzati képviselők. 1990-ben dr. Vida Sándor, akkor még a Komáromi Klapka György mezőgazdasági termelőszövetkezet elnöke, felkérte Márkos Attila, komáromi szobrászművészt egy névadó szobor megalkotására. Ismertette a szobor rövid történetét számadó Emese múzeum igazgató. A mellszobor a TS, illetve utódja a Szólum ZRT udvarán állt. Amikor kiderült, hogy a komáromi méntelep későbbi mezőgazdasági kombinát egykori központi épülete lesz a Komáromi Klapka György Múzeum új főépülete, dr. Vida Sándor felajánlotta a városnak, illetve a múzeumnak a szobrot történelmi talapzatával együtt. A Klapka induló dallamai után dr. Herman Róbert történész mondott ünnepi beszédet, aki néhány szóval emlékezett a főhősről, aki, ahogy a történész professzor fogalmazott, abba a szemtelenül fiatal társaságba tartozott, aki az 1848-49-ben végigcsinálta a magyar szabadságharcot. Kevés olyan tábornoka volt a szabadságharcnak, akinek a későbbi pályafutása is, ha úgy tetszik, példaértékű. Klapka pedig az elsődleges feladatának az összefogást tartotta. Tehát ugye nem volt nagyon jóban Kossuth Lajossal, de 59-ben, amikor fönnállt a lehetősége annak, hogy újra lehet indítani a magyar szabadságharcot, akkor minden további nélkül félretette az ezzel kapcsolatos averzióit. És még egy dolog nagyon fontos, hogy az emigránsok közül nagyon kevesen tudtak beilleszkedni a fogadó társadalomba. Ugye egy alapvetően mégiscsak rendies szerkezetű, elmaradott társadalomból érkeztek, nem nagyon voltak meg a készségeik, meg a képességeik ahhoz, hogy ezt megtegyék, de Klapkának még ez is sikerült olyannyira, hogy hát a svájci nagy tanácsnak, a Grand Conseil-nek a tagjává választották, és nem csak katonaként, hanem politikusként és vállalkozóként is kimondottan sikeres volt. Ha van olyan ember a magyar polgárosodás korában, akiről elmondhatjuk, hogy szinte minden területen, amelyiken megmutatta a képességeit, ott a maximumot hozta ki magából, akkor azt hiszem, hogy Klapka György ezek közé tartozik, és Komárom joggal lehet rá büszke, hogyha kimondjuk Klapka György nevét, akkor Magyarországon szerintem azoknál, akik egyáltalán ismerik ezt a nevet, és nyilván azért nagyon sokan vannak, egyből Komáromnak a neve jut eszébe, tehát Klapka és Komárom együttesen mindenre képesek. Az ünnepi beszédet követően a megjelentek koszorúval tisztelegtek a hős szobra előtt. Márkos Attila szobrászművész három alkotása is gazdagítja immár a Brigéció látogatóközpont előtti teret, méltó emléket állítva a terület múltjának és a múzeum névadójának.